Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere és Adorján Gusztáv, a kórház főigazgatója is kipróbálta azokat az új tolókocsikat, amelyeket a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházakért közhasznú alapítvány vásárolt. Az ez évi nyíregyházi városbál tombola bevételéből, mintegy 2 millió forintból, 10 darab egyedi fejlesztésű tolókocsit tudott beszerezni az alapítvány, amelyeket a nemrégiben átadott parkolóházban helyeztek el. Nekem egy személyes találkozási pontom volt annak idején, hogy hoztam be egy idősebb rokonomat, és nagyon nehezen tudtam én, mint orvos, keríteni egy kocsit, hogy na most akkor oda felszállítsák az illető rendelőbe. És amikor elindult ugye a tömbkórház építkezés, illetve hát már tudtuk, hogy a parkolóház is el fog készülni, akkor a álmainkat már korábban megfogalmaztuk, hiszen egy korábbi álomnak a megvalósítása, hogy hogyan tudnánk a betegeinknek, hozzátartozóknak azzal segíteni, hogy a látóhelyre minél gyorsabban hogy tudjon jutni a beteg. És akkor fogalmazódott megbeszéltem polgármesterről, hogy hogyan tudnánk a városi bál bevételét egy kicsit ebbe az alapítványunkra átfordítani, hogy tudjunk segíteni. Értőfülekre találtunk, mint annyi más közös problémánk, óvoda és egyéb, nem akarom sorolni, fősorolni mibe, és hála Istennek a városi bál bevételéből találtunk egy gyártó céget. Ilyen kényelmi fokozatú kocsi még nem üzemel ma Magyarországon egyik egészségügyi intézményben sem. A kórház megkeresésére gyártották le ezeket a mobil, kül- és beltéri használatra egyaránt alkalmas tolókocsikat. Mind az igény oldalról, mind pedig nálunk az elképzelés oldalról megvolt ez a közös összhang, és ezeket teljesen egyedileg a kórház igényeinek megfelelően, akár méretekre vagy kialakításra terveztük meg, és ennek megfelelően készítettük el a prototípusokat, amelyeket korábban itt teszteltünk már az intézményben, és ezen prototípusok végleges változatát láthatjuk most itt ebben a megvalósult 10 darab kocsiban. A tolókocsik akkor jelentenek nagy segítséget, ha valakit például törött lábbal hoznak a kórházba. Úgy működik, mint egy bevásárlókocsi. Egy 100 forintos érme segítségével tudják használni a betegek. A kórház terve, hogy a jövőben bővítik a tolókocsi flottát, és nem csak a parkolóházban lesz elérhető. Ehhez várják a további anyagi segítséget.